ezt így a büdös életben nem visszük ki. Már csak ez a láda több mázsa. Hát, tényleg igazad van, hogy így nem visszük ki. Gyerünk, húzd meg! Jó nehéz. Na, most menj alá! Mire vársz még? Vágd már le! Csak a lábamat nézd. Ez nem fog menni. Mennie kell, ha nem akarod, hogy agyon nyomjon. Hé! Várj! Hová rohansz? Segíts letenni! Nem, ezt egyedül kell csinálnod. Vedd le! Vedd már le! És ajánlom, hogy sikerüljön, különben ide passzírozod magad a sziklának. Még Bill is belehalna a röhögésbe, azt látná, hogy a behajtót a saját aranya nyomta agyon. Vedd le, de nagyon gyorsan, hallod! Ide hallgass. Ő mindig is egy nagy darab buta baromnak hitt téged. És igaza volt. De senki. Egy gyáva kis senki vagy. Gyerünk, ugorj fel! Mi az? Miért álltunk meg? Az a kebe nem bír feljönni idáig. De a láda igen. A láda igen. Ó, nem! Ó, de! Ezek a viszki lenne, nem állnál meg. Minna, lódulj! Gyere! Azt kell mondjam, hogy fürdés nélkül aligha kerülhetjük el azt a zuhatagot. Hát most itt hagysz, én megöllek. Hát, szóval nem tudsz úszni. Se baj, majd most megtanulsz. Nem mondanám éppen melegnek. Na, gyere, mire vársz még? Majd fogod a kezem. Tényleg, kapitány, amikor én a láda alatt voltam, minek is neveztél? Á, már emlékszem, gyávának, nagy baromnak, egy gyáva senki házinak. Na nyomás, be a vízbe! Jól van, én megyek. Ne, várj! Mégiscsak jó, hogy elástuk a ládát. Ott fenn jobb helyen van, mint bármelyik bankban. Még el vagyunk. Megyünk valahová? Szólnunk kell a biztosítónak, hogy... Miért? Te talán itt akarsz szobrozni? A barátod még mindig tartozik nekem 10 000 dollárral a legutolsó pókerpartiból. Nem, nem. Te is velem jössz. Az, hogy kiúsztál velem arról a tutajról, még nem jogosít fel arra, hogy megmond, mit tegyek. Vagy ne tegyek. Akkor lehet, hogy jobban jártam volna, ha ott hagylak azon a tutajon, ha már itt tartunk. Nagyon sokat értél volna vele.
A biztosító társaságtól még te is kaphatsz annyi részesedést, hogy vidáman eléldegélj életed végéig. Az egy másik történet. Egyébként pedig ki mondta, hogy bármit is kapnék? Mert hát... Itt egyedül te dolgozol a biztosítónak. Én nem. Szóval innen fúj a szél. Akkor meg pláne velem kell jönnöd. Mert ha nem, azt most intézzük el. A lövések messze elhallatszanak. És én nem hiszem, hogy nekünk az most nagyon jót tenne. Nem igaz, barátom? Akkor majd más módszerhez folyamodok. Csak egy dolgot magyarázz el. Mit? Mit? Miért jó az neked, ha beverem a nagy pofádat? Ha? Na gyere! Gyere le! Megyek! Rághatod. Álmat láttam. A hegyekben voltunk, és a nyakamba omlottak a sziklák. A pokolba de fáj a válla. Merre felé megyünk? Északnak. Követjük azt a halvány kis nyomot, amivel ide elvett a fene. Te végkecske. És ezzel mi lesz? Majd megbeszéljük, ha képes leszel meghúzni a ravaszt.